Vona Gábor felperes azért perelte be az Európai Roma Keresztények Jobblétéért Demokratikus Pártot, mert a párt egyik interneten megjelent petíciójában emberölésre való felbújtással vádolta őt. Szűcsi Lajos pártelnök szerint a politikus nyílt gyűlöletbeszéde adott bátorságot azoknak a személyeknek, akik a romák elleni támadássorozatot végrehajtották 2009-ben. Ismert a romák elleni atrocitás 2008. júliusában kezdődött Galgagyörkön, az utolsó támadást 2009. augusztusában Kislétán követték el. A támadásokban összesen 6 ember vesztette életét, köztük egy 5 éves tatárszentgyörgyi kisfiú. Most is úgy gondolom, hogy igen felelős, hisz ő kezdte el a gyűlölet beszédét, de hát ő volt az, aki a cigányság ellen kiállt, és azt mondta, hogy minden cigány bűnöző. És mi úgy gondoljuk, és én úgy gondolom, hogy igen, erre alapozták azok a gyilkosok, akik ugye megtámadták a romákat, erre alapozták az ők egész támadásaikat. Vona Gábor megdöbbenve vette tudomásul az alperes kijelentéseit, amely úgy véli, valótlan tényeket tartalmaz, és a véleménynyilvánítás szabadságán jócskán túlmegy. Még politikusként, még pártelnökként sem vagyok köteles, és a szeretteim sem kötelesek eltűrni azt, hogy engem és az ő családtagjukat bárki egy ilyen aljas gyilkosság sorozattal, amelynek ugye gyermekáldozatai is voltak, összefüggésbe hozzanak. És én annak idején is, és akkor is számtalanszor elmondtam, hogy mindenféle erőszakos bűncselekményt a Jobbik elutasít, legyenek bármilyen etnikumok az áldozatok és az elkövetők. A személyiségi jogi per áprilisban tanúk meghallgatásával folytatódik az EGRI törvényszéken.